a Gran Torino az azért egy fontos szereplője a filmnek, mármint maga az autó, mert az az amerikaiságnak a szimbóluma, tehát az egy Ford Gran Torino. Egyébként talán nem tudjátok, hogy a Starsky és Hutchnak az autójáról van szó. Tehát ez gyönyörű, egy gyönyörű autó. Ez a Ford Gran Torino, egy igazán klasszikus autóról van szó, amelyik Amerikában készült, és egy hagyományos lokál patriotizmusnak a szimbóluma. Tehát az amerikai iparnak a terméke, és az amerikai ságnak és valamiféle konzervativizmusnak, vagy valamiféle hagyományőrzésnek a szimbóluma ennek a Volt Kovalszkinak az életében, akivel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy ő sem született amerikai kvázi angol szász, hogy a betelepülőkkel jött, ugyebár ő lengyel származású, tehát most... Na, lehet, hogy második generációs, ez nem derül de ki minden, róla. De jó, de itt, itt az a lényeg, hogy Amerikában nincs ilyen, hogy amerikai, tehát hogy itt a mongok, akikkel zajlik a cselekmény, a feketék, a latinók, a zsidók, és a legkülönbözőbb nációk, akik ott együtt élnek, azok nem kevésbé és nem jobban amerikaiak, mint akár maga Volt Kovalszky, aki pedig hát lengyel, szóval van egy olasz karakter is a filmben, igen, van egy ír karakter is a filmben, ezek mind amerikaiak, tehát hogy Amerikában az amerikaiság az inkább a Gran Torinónak a szellemét jelenti, amely szintén egy olasz városnak a nevét viseli, talán nem véletlenül. Szóval a film, amelyről beszélni fogunk, a Gran Torino, amely korunk talán legnagyobb rendezőjének, Clint Eastwoodnak a munkája. Nagyon érdekes, hogy mondjam el azok számára, akik esetleg valami előítélettel vannak Clint Eastwood irányába, hogy én igen erős előítéletekkel voltam, és eszem ágában nem volt megnézni a filmét, aztán pont az adás miatt néztem meg most már a harmadik filmjét, egyet korábban is láttam, és hát nagyon-nagyon-nagyon rendben vannak ezek a filmek, úgyhogy lehet, hogy valakinek nem tetszik, vagy nem jön be, szíve jóval félre ne értsen senki, de aki úgy gondolja, hogy nem érdemel meg egy lehetőséget, az viszont esetleg gondolja végig, hogy pont mondjuk ezzel a Gran Torinóval, ami nagyon szórakoztató, és végignevetésre ingerlő kőkemény dráma, azzal mondjuk meg ad egy esélyt Clint Eastwoodnak, már aki még nem tette meg. Ez a Clint Eastwoodnak az utolsó film szerepe, tehát ő a vásznon soha többé. Bár ezt már nyilatkozta egy másik filmje kapcsán is. Rendezni még fog, állítólag, de szerintem hiba lenne nem itt lezárni. Tehát, hogy ez annyira kerek itt a történet. 79 évesen készítette, főszereplő, azt hiszem, hogy igen jól játszik. Tehát nem olyan jó színész Clint Eastwood szerintem, mint amilyen jó rendező, de ebben a filmben nagyon jól játszik. Ehhez képest ő rendezte, és ő volt a producer is 79 évesen. Azért ez egy érdekes dolog. Érdekes öregség ez. Tehát azt hiszem, hogy van öregség, ami olyan, mint a sár, ami lehúz, és van öregség, ami olyan, mint az arany, ami kiteljesedik. Azt hiszem, hogy a Clint Eastwood öregkora, tehát hogy ő rendez már nagyon régen, és nagyon sok trágyát rendezett a 70-es évektől már folyamatot, nagyon-nagyon sok rossz filmet, de egyszerűen azok a filmek mind kellettek ahhoz, hogy kikristályosodjon belőle az, ami kell, az, ami jó, az, ami a tökéletesség felé visz, és elhagyja mindazokat a sallangokat, amelyekre nincsen szükség, és aztán ezek a filmek egyre jobbak és jobbak és lettek. Időskorában... Azt hiszem, hogy az áttörés az Unforgiven volt. És időskorában elég termékeny is, tehát ha csak megszámoljuk, hogy az utóbbi 15 évben hány, és ezek között igen jó filmek is voltak, meg Oscar-díjjal díjazott filmek voltak, stb. Hát mostanában a titokzatos folyó brilliáns például, de a millió adásban beszéltünk a Szívhídjairól, ami egy igen jó film, igen. És ő a főszereplő. Szintén. Szóval egy nagyon-nagyon komplex filmről van szó ebben az esetben. Egy nagyon erős politikai tartalommal egy rasszista figura játssza a főszerepet. Most én nem tudom, hogy az jó kifejezése, hogy rasszista, vagy fogalmazunk úgy, hogy a főszereplő Volt Kovalszkit, mármint Clint Eastwood Volt Kovalszkit, a főhőst, egy rasszista figurát személyesít meg, azt hiszem így pontos. De úgy rasszista, ahogy nagyon sokan akár itt Magyarországon, vagy nagyon sokan Amerikában. Nem arról van szó, hogy Ku Klux Klan csúkját húz a fejére, és elmegy néger gyerekeket égetni. Nem ilyen értelemben nem, rasszista. Nem is, talán jobb kifejezés, ha azt mondanám, hogy xenofób. Tehát, nem, hogy így idegenkedik az idegentől. Ne költözöm már valami kínai a szomszédba. Ezt mondja, és ezt ki nem mondja egyébként jelenleg Magyarországon. Ez egy kurzusok fölötti film. Egy olyan film, ami összekapcsol két kurzust, vagy két világnézetet, ezt a hagyományőrző, keményen konzervatív, keresztény, középosztályos, amerikai, republikánus világot, a liberális,
a kultúrák és a nyelvek és az emberek és az információk szabad mozgásában hívő, demokrata, alapvetően egy ilyen Magyarországon azt mondanánk, hogy egy nyugatos szemlélettel. Uh-huh. Tehát, hogy, és ez két különböző kurzus, és Amerikában is. És a PC volt az, ami mindvégig lehetetlenné tette azt az évtizedek során, hogy ez a film... A politikai korrektség volt az a munícióval lőtte a liberális értelmiség, a konzervatív vagy republikánus értelmiséget. Tehát az volt a tüzelőanyag. Igen, na most azt itt elégeti Clint Eastwood. Na igen. Csinálból egy mágiát és csókolom. Ez a film nagyon nem PC, és ennek a filmnek már nem is kell PC-nek lenni. Én valahol azt olvastam erről a filmről, hogy ez az Obama éra első filmje. Ugyebár egy olyan Amerikában, aminek fekete elnöke van, már nincs értelmezve az, hogy már ne lehessen azt mondani, hogy azok ott feketék, ezek meg fehérek, azok meg zsidók, azok meg indiánok, azok meg latinók, azok meg... Tehát, hogy így ez... És hogy az egyik idegenkedik a másiktól, és hogy nekik jellegzetességeik vannak, és hogy ezek mások, mint a miénk. Különböznek. Különböznek. Tehát itt nem arról van szó, hogy mi mind egyek vagyunk, és aki azt érzi, hogy az más, mint én, az annak a tudata nem szabadult fel, és akkor fel kell szabadítanod a tudatodat ahhoz, hogy megértsd, hogy mi mind egyetlen Isten gyermekei vagyunk, stb. Tehát, hogy igenis léteznek különbségek, és hogy ezekről a különbségekről beszélni kell, és hogy a különbségek nem úgy szűnnek meg, hogyha lefolytjuk, és nem beszélünk róla, és nem vagyunk hajlandóak tudomást venni róla, hanem úgy, hogyha foglalkozunk a témával, hogyha feldolgozzuk ezt. Persze, mondjuk Milos Forman már a Herben ezt fölismerte, és ott megvillantotta, de hát egy olyan törzsgyökeres amerikainak, mint Clint Eastwood, 90-es éveket legalább, de a 2000-es évek végét meg kellett várnia, hogy erre mondjuk hogy mondjam, komolyan lett egy a voksát a különbözőségek mellett. Hát a Volt Kovászki bemegy a STK-ba, és a váróteremben nem tudják kiejteni a nevét. Konkrétan itt tart. Bemegy, és valami doktor Chu, valami kínai nő akarja őt vizsgálni. Neki nem ez az orvosa. Neki volt egy rendes orvosa. Egy rendes zsidó orvosa egyébként. Egyébként, de megszokta 30 éve az az orvosa. Most nem, itt nem arról van szó, de nem is arról van szó, hogy zsidó, hanem arról van szó, hogy Volt Kovalszky körül esik szét a világ, esik szét, hullik szét darabjaira az Amerika, amit ismert, és a film során azt kell felismernie, hogy azok az erővonalak, vagy azok a törésvonalak, amelyek régen léteztek, és mondjuk léteztek zsidók és keresztények között, feketék és fehérek között, latinók és protestánsok között, azok a törésvonalak ma már átadták a helyüket egy újfajta frontnak, új frontok vannak, és ez a front, ez a hagyományos életet élni vágyó polgárok és a falka törvények szerint szerveződő bandák között húzódik. Tehát, hogy egyszerűen egy új korszak, és itt már nem arról van szó, hogy ki a fehér és ki a sárga, vagy ki a fekete és ki a füstös, hanem itt már arról van szó, hogy ki az, aki be akar illeszkedni a társadalomba és társadalomban akar élni, és ki az, akinek nincsen szüksége a társadalomra, nem akar beilleszkedni, és horda törvények mentén akar élni. És ezzel a kérdéssel és ezzel a problémával nagyon sok film foglalkozik, például a Kölykök című film, például a Camp Park című film, például az Istenvárosa című film. Tehát nagyon sok olyan film van, ami a bandáknak a térhódításával foglalkozik, csak nem reflektál erre a válságra olyan erőteljesen, mint a Clint Eastwood a Gran Torinóval. Tehát nem ad válaszokat, hanem csak referál a válságról. Mert itt a válság nem is a bandáknál jelenik meg, hanem a Clint Eastwood által megszemélyesített idős amerikaiban keletkezik az igazi válság és ellentmondás. És most azt gondoljátok, hogy ez egy ilyen politikai tartalmú film, de nem! Ez egy szigorúan magánéleti dráma. Alig van benne dialógus. Tehát, hogy ezek mind a felszín alatt zajlanak ezek a konfliktusok. Tehát ezek nincsenek így kimondva. Ez egy nagyon lassú, nagyon érzelmes, nagyon személyes nagyon dráma. Sokszor nagyon vicces. Egyébként nagyon fontos, hogy rengeteget lehet rajta röhögni. Hát a záró mondatok, nem fogom elmondani, de a záró mondatok, hát mindenki aztán fontolja meg, hogy ezen... Olyan fordulat van a végén, tehát olyan csavar van a végén, és olyan meglepő megfejtése van a filmnek, amire szintén nem számítotok. Tehát, ugye... Én mondjuk teljesen számítottam, de ez semmit nem vesz le az értékéből, mert jó, tehát az úgy helyén van. Annyi elemet ötvöz a film, annyira komplexül, és annyira erőteljesen, és annyira magas színvonalon, úgy
színészileg a Clint Eastwood, mint rendezésileg, mint az egésznek a drámája, az a borzasztóan erős anyag, rettenetesen erős anyag. Tehát én, amiután megnéztem, ez egy személyes történet, csak talán ezzel is tudok utalni arra, hogy az én számomra mekkora élmény volt, én ezt sajtóvetítésen láttam, és a sajtóvetítésnek az a jellegzetessége, hogy utána még egy hétig nem mutatják be a filmet, tehát egy hét múlva lesz majd a premier a mozikban, tehát én egy héten keresztül nem tudtam megnézni ezt a filmet, és nem tudtam másra gondolni, nem tudtam kiverni a fejemből. Éjjel ezzel a filmmel álmodtam, és nappal kénytelen voltam YouTube videókat nézni, ahol a film jelenetei fönt voltak, és azokat kellett néznem, én itt tiszta lázálomban voltam, amíg a filmet bemutatták, és meg tudtam nézni újra mondjuk háromszor, hogy föl tudjam dolgozni. Tehát, hogy egyszerűen nem tudtam földolgozni a filmet. Tehát, ez a film akkorát üt rajtatok, mint egy pörölcsapás. Jó napot volt. Megmondtam, hogy nem fogok gyónni. Miért nem hívta a rendőrséget? Mi? Jár hozzám néhány Hmong bandatag. Hallottam, hogy zűr volt magánál. Miért nem hívta a rendőrséget? Hát... Tudja, én imádkoztam azért, hogy jöjjenek, de nem történt semmi. Mégis mit képzelt? Valaki meghalhatott volna. Ezzel nem lehet szórakozni. Ha baj van, gyorsan kell cselekedni. Mikor annak idején Koreában ránk rontott vagy 1000 üvöltő sárga, nem a rendőrséget hívtuk, cselekedtünk. Már nem Koreában van, Mr. Kowalski. Elgondolkodtam a legutóbbi beszélgetésünkön. Azon, amit mondott. Hogy cipelnie kell a szörnyűségek terhét, amikre rákényszerült, hogy ezek még mindig kísértik. Azt hiszem, jót tenne magának, ha lerakná ezeket a terheket. Háborúban szörnyű dolgok történnek. Parancsra gyilkolt. Gyilkolt, hogy megmentse magát és másokat. Igaza van. Ezekről a dolgokról semmit sem tudok. De tudom, hogy van bűnbocsánat. Sok férfit láttam már, akik meggyónták bűneiket, szembenéztek velük, és így lerakták a terheiket. Önnél erősebb férfiak, akik háborúban parancsra szörnyű dolgokat követtek el, de már megbékéltek. Le a kalappal maga előtt, ez alkalommal alaposan felkészült. Köszönöm. És egy dologban igaza van, hogy nálam erősebb férfiak is megváltást találnak. Szóval hall-e kurva lúja. De azért van, amiben téved. Miben, Mr. Kowalski? Az embert nem az kísérti, amit parancsra követett el. Kultikus figurája volt a Clint Eastwoodnak, mint színésznek. Volt a szőke a western filmekből, azt a karaktert búcsúztatta el a Nincs bocsánattal, az ő 91-es filmjével, amiért az Oscart kapta. És aztán volt neki egy másik hőse, a Piszkos Harry, és ezzel a filmmel, a Gran Torinóval búcsúztatja el a Piszkos Harryt. És ez itt a Piszkos Harryvel szembesülünk, de hogy mondjam, tehát, hogy így
Piszkos Harry megváltása, nem? Igen. Tehát az a rengeteg öncélú erő, nem is azt fogalmaznék, hogy önbíráskodó erőszak, amit a piszkos Harry elkövetett, na most itt az megváltást nyer. Azt szerettem volna elmondani, ha már a személyes vonalnál tartunk, hogy a Robi nekem nagyon sokat mesélt erről a filmről, vagyis hát nem a filmről, arról semmit nem mondott, hanem arról, hogy mennyire nagy hatással volt rá. És ha valaki ennyire sok elvárást, vagy szóval ennyire sok dicséretet hall egy filmről, akkor hát elvárásokkal nézi, elvárásokkal ül le. És megmondom, hogy miért ne ózkodjon ettől senki, ha valaki a hallgatók közül ezt tenné. Mert ez a film nagyon szórakoztató, tényleg, és ezért tartom igazán nagy filmnek, mert úgy tud egy nagyon komoly dráma lenni, hogy végig nagyon szórakoztató. Egy másik dolgot is szerettem volna mondani, hogy az öregség, és hogy mi múlik el, és hogy Amerikából, vagy a fiatalkorból mi múlik el, és hogyan változik a világ. Annak egy nagyon érdekes bemutatása van itt abban a tekintetben, hogy Kovácsnak a garázsa az tele van szerszámokkal. Ő olyan ember, aki meg tud szerelni dolgokat. És egyébként milyen érdekes, hogy a fogyasztói társadalom, ahogy az öregséget lenyomja, ugyanúgy lenyomja ezt a szokást is, hogy mi megszerelünk dolgokat. Mi kidobjuk a dolgokat, veszünk újat. Attól pörög a gazdaság. Nekem egy csodálatos pillanat volt a filmben, amikor 3 darab tárgyat odaad Clint Eastwood a fiatal embernek, aki az ő tanítványa. Egy, hát nem fogom kimondani a márkát, egy kék-sárga sprét, amivel olajozni lehet, egy fogót, és egy, hát gyakorlatilag egy szigetelő szalagot, és azt mondja, hogy egy férfi nagyjából a ház körül ezzel többségében 50%-át el tudja végezni. Ha kell valami más, akkor átjössz és elhozod. Így van, és ez annyira zseniális, tehát, és annyira nekem szól egyfajta világszemléletről, még hogyha egy triviális dologról hát, is van hogy szó. Nem, hogy nem a szerelőt hívod, hanem a munkák 50%-át ezzel elvégzed, ha nem boldogulsz, átjössz a garázsba, és akkor adom hozzá szerszámot. És ez egy mester-tanítvány viszony, tehát ez egy zenkoan. Annyira komplex ez a film, és annyi rétege van. Zenkoan, és közben egy Krisztus történet, egy imitáció Kriszti. Én ennyire még soha nem éreztem azt, hogy fél óra nem elég egy filmről. Tehát, hogy így mindig azt éreztem, sokszor éreztem azt, hogy hát nem elég a fél óra, néhányszor éreztem azt, hogy sok is a fél óra, néhányszor meg azt éreztem, hogy na hát ez belefért fél órába. Most azt érzem, hogy erre a filmre 2 teljes óra kellene. Semmiről nem beszéltünk még. Kit vált meg ebben a történetben? Volt Kowalski. A szomszédait váltja meg ebben a történetben? Mert mindvégig a film utolsó fél órájáig azt hiszed, hogy az egész történet arról szól, hogy ő megmenti a szomszédait, de nem. Ő a saját lelkét menti meg. Volt Kowalski, aki túlélte a háborút, és akiben irdatlan fedezete van annak a jelenlétnek, annak a karizmának, amikor ő rá fegyvert fognak, és ő pedig az ujját ráfogja pisztolygyanánt valakire, a mögött mekkora erő van. Mert hogy az erő az valójában nem a fegyverből fakad, amivel hadonászol, hanem az emberből, aki a fegyver mögött van. És hogy hogyan kell eszköztelenül, hogyan kell békés úton, vagy hogy fogalmazzak. Tehát amikor az ellenség ennek az energiájával győzöd le őt azzal, hogy visszafordítod ő ellene. Legyőzni az ellenséget. A kereszténységről is szól, ugye nem véletlen, hogy a pap egy nagyon érdekes, és nagyon fontos, és nagyon eltalált figurája a történetnek. Hát én nem tudom, hogy ha osztályozni kéne, akkor mit adnék. Én azt hiszem, hogy talán közel áll a 10-eshez, de talán 9-es, majd még gondolkodom, ha újra nézem. Mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom. Ez egy 10-es film. Ez egy teli találat. Tehát, hogy egy ilyen kultúrák fölötti filmet, ilyen kurzusok fölötti filmet, tehát, hogy ilyen ez a film annyi mindent integrál, anélkül, hogy egy plusz szó lenne benne, mint amennyi szükséges. Tehát, hogy így ez a film, ez kiképez titeket emberileg, világnézetileg, társadalomismeretileg, és nem csak az öregségről, tehát hogy ez túlmutat azon, ez a film, ennek az eddigi filmek leginkább az öregségről szóltak. Ez a film, a Gran Torino, ennek az öregség csak a kulisszája. Az öregség mint egy mikroszkóp az, ami megmutatja a ti számotokra azt, ami az életben fontos és érdemes. Az amivel tényleg érdemes foglalkozni, és az, amire tényleg érdemes figyelni az életben. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ez volt a Rádió Cafén a hét mesterlövésze. Sziasztok! Viszontlátásra!